Néhány napja Tatabányán egy kéménytűz oltása után készítették a tűzoltók ezeket a képeket. A fűtési szezonban minden évben megszaporodnak az ilyen jellegű balesetek, pedig rendszeres karbantartással és odafigyeléssel könnyen megelőzhető lenne a baj, mondja Ackermann Zsuzsanna, a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője. A legfontosabb teendőnk a kémények felülvizsgálata. Rendszeresen ki kell tisztítatni a kéményt és a tüzelőberendezést. Gyakran kell szellőztetni, és soha nem szabad a tüzelőberendezést olyan helyiségben felállítani, ahol a levegőben tűzveszélyes anyag gőze fordul elő, vagy ahová ilyen levegőbe szivároghat. Nem szabad eltüzelni műanyagot, festett és rétegelt, nedves fát, lemezt, falemezt, vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, fáradt olajat. Ezek az anyagok ugyanis tovább fokozzák a lerakódásokat, amíg kigyulladhatnak. Amennyiben a kémény járata leszűkül a behullott tégla, vakolat vagy beköltöző madarak miatt, akkor az égéstermék visszaáramlik a lakásba. A kéménytüzet, a kéményből kiszűrődő morgó hang, a gomolygó sűrű fekete füst, valamint a kicsapó szikra és a láng jelzi. Ha a kémény nagyon átforrósodik, meggyulladhatnak a szomszédos faszerkezetek, a gerendák, majd a lakószinteken a padló és a fafödém is. A forróságtól a kémény kitágul, így a vakolat megrepedezik és lepereg, az épületben pedig komoly szerkezeti károk keletkeznek. Ha pedig már megvan a baj, akkor fontos, hogy az égésteret el kell zárni az oxigéntől, vagyis minden levegőben resztő nyílást be kell csukni, ezt követően pedig azonnal értesíteni a tűzoltókat.